spreader. Fools accept them without confirmation. Hey, you better surrender. Hölgyeim és uraim, fogadjuk nagy tapsal az első csapatot, Ausztriát. Please clap your hands for the first team, Austria. The second team, Canada. A második csapatok, a második nemzet, Kanada. Szóljon a taps Horvátországnak, the third nation in Budapest, Croatia. And now let's see the Czech Republic. Hölgyeim és uraim, nagy taps Csehországnak. Következzen Németország, the team of Germany. Lássuk Grúziát, please clap your hands for Georgia. The next nation, Great Britain. Következzen Nagy-Britannia. Még nagyobb taps fogadja Magyarországot, a magyar zászlót. Please clap your hands for Hungary and Italy. Most pedig lássuk Olaszországot, Olaszországot követi Norvégia. Another nation representing Norway. And the team of Poland, hölgyeim és uraim. Lengyelország. Következzen a címvédő, Oroszország. The title defender, Russia. Most pedig lássuk Törökországot. The penultimate team in Budapest, Turkey. And the team of Ukraine finally, és végül de nem utolsó sorban, Ukrajna! Az álmomban egy életen át.
that's what you are. Unforgettable.
Köszönjük szépen! Thank you.
Great show by the Martin and Daniel Shemko, thank you. Martin Vili és Shemko Daniel fantasztikus produkcióját látták, kedves nézőim. Láttuk a tömböt, most látjuk a sort. Ezek mind kötelező elemek ilyenkor. Szimmetriában azért lehetett látni, hogy mit akarnak kirajzolni. Kereszteződés is. Még egyszer szépen egyenes vonalakban. Vége. Akár csak a műkorcsolyában itt is lehet két különböző gyakorlatot mutatnak be, ez a kötöttebb, itt vannak kötelező elemek, amikből láthattuk is mindegyiket, amit ilyenkor be kell mutatni a zsűrinek, aki most pontoz majd. Ha jól láttam, akkor egy Charlestonnal kezdenek majd, a ruhából már persze gyanús lehetett volna. A 20-as évek divatját idéző kosztüm. Milyen sorrendben mutatja be a kötelező elemet, az természetesen ő maga dönti el, illetve hát persze, aki a koreográfiát összeállítja. Épp a malom.
szellem. Jól használják ki a magasság különbségeket. És a meglévő erőt természetesen elvezért kell jócskán az is. Charleston. Párossával is. Spirál sor. Igen, csak kötelező elem. És itt a vége, nagy taps. Alig, ha nem elégedettek lehetnek a bemutatással. A szinkron korcsa egyébként a műkorcsa egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő szakága. Amerikából, illetve Kanadából indult, és aztán Európában is egyre inkább hódít. És természetesen Magyarországon is régóta jelen van már. Tizenhárman, ha jól számolom. Na nézzük. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Kis kör után egy nagyobb, illetve két kicsi után egy nagyobb kör. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Nem tudom, hogy azt elfogadják-e majd a zsűri tagjai tömbnek, picit azért itt-ott kilógtak belőle, de ne lesznek kifizetlen tömbnek, méghozzá szén tömbnek mondjuk a ruha színe miatt. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Ketten ezekre az apró sleeping hibákra. That's what I mean. Marad majd az edzőnő. Szerencsére ügyesen korrigálta. Malom. Hopp, elcsúszik az egyik leány. Gyorsan fölpattan és megy a többiek után. Szerencsére még sikerült megmenteni a dolgot. Stars when you shine, you know how.
Jégtánc elem szépen kivitelezve. És a vége. Összességében azt hiszem, hogy rendben volt ez, de mindjárt a pontokból kiderül. Team Le Solier from Poland. Egy brit csapat a jégen, én pedig Kovács Kamillát köszöntöm itt a szakkommentátori ülésben. Szia, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Jó napot, én köszönöm. Szóval egy brit hölgykoszorú, mindjárt összeszámolom, hogy hányan vannak, ugye nem mindenki egyforma létszámban találja ki a koreográfiát, de egyelőre olyan ügyesen állnak össze, hogy megszámolni sem tudtam. 2, 4, 6, 8, 10, talán 11, de ez még lehet, hogy menet közben változik. Ilyenkor még gondolom mindenkibe benne van a druk, hogy ne roncsam el, ugye az elején még? Igen, igen, persze, az elején mindenki izgul. Ők már láttak azért jó néhány gyakorlatot most, hiszen a negyedik csapatként léptek a jégre. Team with Kids. Egy 12 lesz ez, most már látom, 3x4. És ugye ilyenkor kötelező elemeket kell bemutatni. Igen, igen. Ez a tömb? Igen, ennek a neve a pivot block. Aha. Az a lényeg, hogy pivotáljon a block. Szóval, hogy egy pont körül mozogjon. Aha. Ezt viszonylag sikerült is megoldaniuk. Gondolom azoknak, akik kisebbek, nagyon észnél kell lenni, mert a magasabb, hosszabb lábúaknak azért könnyebb dolguk van, és őket utol kell érni. Igen, de ilyenkor edzéseken mondja az edző, hogy hol kell lassítani, hol kell gyorsítani, melyik részén a blokknak. Itt lehet itt jól látni, hogy van egy olyan versenyző, aki a többiek hóna alatt kényelmesen el tud suhanni, ha kell. Igen. Két kör most. Ugye a kör is egy kötelező elem. Aztán a kereszteződések. Az meg van határozva, hogy csak vonalban lehet-e kereszteződni, vagy így akár körben is? Az a lényeg, hogy kereszteződés legyen, ugye? Igen, igen. Egy vonal, ha jól látom. Igen, ez az egyenes. Többé-kevésbé egyenes, maradjunk ennyiben. Igen, ez is egy kötelező elem. És nagyon nehéz, mert ez ugyancsak a magasságkülönbségek, meg a sebességkülönbségek nagyon gyorsan kijönnek. Itt a lényeg a tartás az egyenesbe. Ha nincs tartás, akkor nem egyenes. És persze folyamatosan mosolyog mindenki, ahogy eddig is. Ez egy háromszög fésű lesz. Ez egy malom? Igen, igen, ez egy hármágú malom. Ugye 12-ből ennyit lehetett kihozni, 16-ból lehetne esetleg 4 ágú, de ne legyünk felhetetlenek. Ez is szépen összeáll. Itt a belső ember leginkább tart, ugye? Igen. És a vége. Jön a taps a lelátóról és a duda, és nagyon örülnek, ők úgy érzik alig, hanem, hogy jól sikerült. Te hogy láttad? Szerintem
szerintem is jól sikerült. Ilyenkor, ha egy csapatnak jól sikerül, általában van a végén egy úgynevezett csapatölelés. Ez picit lehet, hogy üzen a zsűrinek is, nem? Hogy igen, igen. Tudja kicsit a pontszámot még talán befolyásolni, de úgy tűnik, hogy az edzők is elégedettek a látottakkal. És jön a pacsi. Tizennégy fős a cseh hölgykoszorú, ők zárják ezt a programsort. Nekem a húsvét jut eszembe erről a színvilágról. A képernyőn talán picit zöldebb, mint a valóságban. A valóság talán sárgább egy néhány árnyalattal. Itt talán még a testükre is van ragasztva valami, vagy festve? Hogy ez egy hosszú ujjú. Szerintem ez csak egy hosszú ujjú. Most már látom én is. Mennyire lehet figyelni ilyenkor, hogy korrigálják ezt a hibát? Be lehet lassulni kicsit, vagy mit lehet kitalálni? Igen, meg a legfontosabb, hogy figyeljék mindig egymást. Igazából csak gyakorolni kell. Ez egy elég nehéz elem szerintem. És csúszik a jég. Hát igen. Igen, a kötelező elemeken kívül azért eldönthetik ki, hogy mennyire nehéz módon mutatja be azt az adott elemet, ugye? Igen, vannak különböző szintek, különböző nehézségű szintek. És azt mondod, hogy ez egy nehéz változat volt? Nem a legnehezebb, de igen. A malmot ők hátrafelé forgatják. Egy rockosabb aláfestő zenét választottak erre a részére. Mennyire kell az arcjátékra figyelni, mert úgy tűnik, hogy mindenki egy kicsit színészkedik is, amennyire kell. Igen, ez nagyon fontos, az előadásmód, azt is pontozzák a bírók. És azt is gyakoroljátok ezek szerint? Igen, igen, tükörnél, szárazon. A balett mellett, gondolom. Igen. Emlékeim szerint az Oroszlán király zenéje. Annak legalábbis egy remix változata. Itt lehet egy kicsit táncikálni. És aztán indulhat a következő gyakorlat. Egy kör. Ez micsoda? Ez a körelem. Annak egy változata akkor ezek szerint. Igen, és itt a lényeg, hogy a külső és a belső kör helyet cserél. És itt a vége? Igen. Hát akkor ezek szerint valamilyen... A kométát láttuk tehát is, hamarosan. A pontszámokat hallhatjuk. Ők voltak tehát a záró csapat. A Basic Novice. A juniorok programjával folytatjuk, és mellettem szakkommentátorként Baksai Lillát köszönhetem. Szia! Szia! Aki ugyancsak évek óta műveli ezt a sportágat. Valami még volt a jégen, és a zágrábi hópihék egyik tagja
tüntette el azt, és aztán jönnek majd be szépen sorban a többiek. Te milyen színűnek mondanád ezt a ruhát? Mégiscsak te értesz hozzá jobban. Hát talán neonzöldnek, de nehéz megállapítani, hogy ez sárga szeretne lenni, vagy ilyen neonos. Maradjunk a neonnál, vagy a darázszöld szoknya is talán. Na, nekem nagyon tetszik, nagyon szeretem ezeket a rikító színeket, szerintem nagyon szépen kitűnnek a jégről. Jól fog mutatni valóban a fehér háttéren. Zagreb Snowflakes tehát szépen felsorakoznak. Ez egy elég érdekes ruha náluk, általában mindig valami diszkrétebb, meg nem túl kihívó színekben szoktak lenni. 17-en vannak, jól számolom? 1, 2, 3, 4. Látom. De lehet, hogy van ez 19 is. 1, 2, 3, 4. 4x3, meg 2. Jön a biztatás a lelátóról, megy egy kis bemelegítő kör. Akkor mindig megy a csapatoknak. A hangulatra nem lehet panasz. Igen, 4, meg 5, meg 5, meg 4. Ez 18. Igen. Jól adtam össze? Szerintem igen. Oké, neked is annyi két tartek, de most látjuk is, hogy hányan csúsznak le. És ketten lemennek, ők ezek szerint csak azért voltak fönt, hogyha bármi gubanc van, akkor igen, ők beugranak. Csak a melegítő blokkban szoktak. Tehát a 16-os maximum létszámmal vágnak majd neki a gyakorlatnak. Horvátország színeiben tehát. Szép klasszikus a zenére indul a bemutató. Nem megszokott náluk, mert általában mindig szokott egy abba szám lenni. Én nagyon szeretem, mindig pörgős zenékre mennek. Most belassult egy picit a dolog, de szép. Vagyunk tömbnek, amit most mutatnak? Igen. Szépen 4x4-en. Hoppá! Kisebb-nagyobb karambolokkal sikerült a kereszteződés. Nem indítottak túl jól. Nézzük, tudnak-e javítani. Jól mutat a szín, tényleg a jégen. Igen, nagyon szép. El is rontotta az egyik, látom, előbb fordult. Igen. Kicsit még bennük van talán az az eső is. Ilyenkor már nagyon izgulós a dolog, hogyha valaki egyszer esik. Igen. Úgy tűnik, hogy azért megnyugodtak, most már szépen mozognak együtt. Igen, visszatértek az eredeti pozícióba. Igen, utolérték magukat. Lehet kicsit táncikálni. Igen, ez egy kötelező rész, hogy a no hold-ban meg kell cserélni a sorokat. Ezen is sikeresen túl vannak. Kör és a belső kör tagjai majd helyet cserélnek talán, de lehet, hogy csak egy nagyjá áll össze a dolog. Szép egyforma hajak, azzal is gondolom órákig el lehet bíbelődni. Hú, hát ezek több órás művek. És a vége. Jó, hát ahhoz képest, hogy milyen rosszul indult, azt hiszem, hogy a befejezés nem volt rossz. Kicsit azért megszeppentek az arcok. Igen, hát látszott rajtuk, de ilyenkor mindig benne van még ez a plusz feszültség is, verseny igen, is, igen, esés igen. is. Ennél rosszabbul nehéz elkezdeni, de hát mindjárt kiderül majd a zsűri pontszámaiból, hogy látták a szakemberek. From Russia. Zsemcsuzsina, Oroszország. 16-an ugyancsak.
nagyon szépen átmentek. Gyönyörű volt tényleg. Szerintem az egyik legnehezebb elem, legfélelmetesebb így átforogni. Ráadásul háttal, igen. Igen. Szépek a köreik. Nagyon szépen tartják az távolságokat egymástól. És most már értem, hogy miért fekete-fehér a jelmez, hiszen a Shock című musical zenéje. Szépen együtt. Sok tábla szépen együtt, fekete és fehér mezők. Nagyon különleges, hogy a kesztyűjük pedig belül más színű. Igen, most hogy mondod. Látszik, hogy egyéni képzettségben sem állnak rosszul az oroszok. És a sötét királynő bukik el a végén a harcnak. Hát azt hiszem, a nap eddigi legjobb gyakorlatát láttam. Ez én... laikus véleményem legalábbis ez. Szerintem is, én nagyon szeretem az orosz csapatot, szerintem mindig csodálatosan lakítanak. Gyönyörűen mozogtak együtt, igen. A következő Ukrajnából. Az milyen szín a fekete mellett? Hát, szerintem neórózsaszín. Neórózsaszín. Itt volt a nyelvem, én csak nem találtam. Nagyon szeretem ezt a színt, szerintem nagyon szépen mutat. Jól néz ki ezzel a feketével, igen. Szerintem nagyon szépek azok a ruhák, amiknek ilyen nyaklánc van rárakva. It's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you. Ők sem a legkönnyebb módját választották a körnek és a kereszteződésnek, de szépen megoldották. Volt egy hiba. Ez egy komoly hiba, mert ebben az elemben, ha leteszi valaki a lábát... Az látványos, igen. Hát és bukik is a sok pontot. Nézzük, hogy mennyire zavarta meg őket. Ilyenkor menteni kell a menthetőt, gondolom, és végigcsinálni most már a tervezett dolgokat. Ezt már úgysem lehet kijavítani. Ilyenkor meg kell próbálni mindent beleadni. To carry the flame, bring light to the dark. You
nem esküszöm meg rá, de mintha a Scorpions énekesének lenne ez a hangja. Hát, ezzel nehéz lesz az oroszokat megverni. Egy modern dallal. Hoppá, itt is hamar lemaradt a vonatról, igen. A kör az viszonylag szabályosnak sikerül. Csak a lendületükkel van a... Picit lassú az egész, igen. De jó hangulata van legalább az igen. Igen. Színesítik a mezőnyt, nyugodtan mondhatjuk. Figyelnek egymásra, az látszik, nehogy karambol legyen. És hát köztünk szólva a török műkorcsolya sosem tartozott a világ élmezőnyébe. Itt vannak a nemzetközi versenyen, talán azért is, hogy ellessenek tapasztalatokat, amiket aztán majd beépíthetnek a jövőben. De mosolyognak, és ez a legfontosabb. És nem a srác a legügyetlenebb, csak úgy mondom. Igen, én is néztem. Nálunk sem volt a legügyetlenebb, na jó van, akkor nem jó ezt van. Mondtam. Akkor jó, megnyugodtam. De mint nekünk pont jól jött ki, mi tudtunk olyan zenére, hogy pont egy ilyen fiú-lány páros összetenni. Na látod, megvan ez előnye. A végére egy picit lendületesebb is lett a bemutató. És itt a vége. Jár a taps, pici hibával egy óvatos gyakorlatsor, azért maradjunk annyiban. Igen. Kicsit érdekes volt, hogy a végén ilyen sokáig álltak. És egy ölelés a központi figura összehívja a kis csapatot, mert végül is csapatsport ez a javából. Jár a taps. És talán nem nagy merészség azt kijelenteni, hogy az oroszok első helyen nem forgott veszélyben, ugye? Hát, szerintem nem is fog. Tény, hogy ők voltak a legösszeszedettebbek, a legjobbak. Skating races, tehát Németországból 16 hölgy kezdi el. Picit talán spanyolos ruha. A tempóval nincs baj. Nincs, szépen bekezdtek. Ügyesen elkerülték a penkét fejjel. Viszont összefogniuk nem sikerült. Egy rövid ideig a kör. Kívülre is, belülre is megcsinálják.
variálják a tömböt is ügyesen. Választja ki a zenét? Mindig az edző vagy a csapattagoknak van beleszólása? Ez eléggé változó egyébként, szóval valamelyik csapat nem van, ahol az edzők, de a legtöbb az, hogy a csapatok, mivel hogy ezzel mindenkinek kell, hogy mennyire ilyen a stílusához, hogy ugye meg a 16 ember stílusához, nehéz. Igen, de hogy megvan azért egyébként, hogy ki mit szeret, szóval lehet, hogy nálunk is volt, ami mindenkinek tetszett, és mindenki olyan élvezettel tudott rá korsolyázni. Sokat számít, gondolom, persze. Nagyon sokat. Nagyon rossz egy olyan zenére, amit eleve elkezdődik, és már akkor... Már unod. Igen. Szépen mosolyogva csinálják a német hölgyek a dolgokat. Sokat ad hozzá, nagyon a kifejezés. Aprócska kis csúszások, tévesztések, késések, de összességében azt lehet mondani, hogy rendben van. Egyelőre szépen mennek. És a végén egy puszi dobás. Igen, ügyesen időzítették a bukást rögtön a bemelegítés elejére. Igen. És aztán szépen lehozták a gyakorlatot. Skating Races Németországból tehát. Párossával kezdik. Talán a legnőiesebb eddig a ruhák közül. Gyönyörűen használják ki a teret. Lendülettel nincs gond. Abszolút. És a képzettséggel sincs. Nagyon szépen csinálja. Hát nem csak hallgatni, hanem nézni is élvezetőket. Gyönyörű kereszt. Az igen. A szinkron korcsolyázás valahol, hát nem azt mondom, itt kezdődik, mert nem itt kezdődik, de hogy itt ér véget kb.
Ez közel volt a tökéleteshez. Nagyon-nagyon szépen mentek. Jelena Mihajlova készítette föl a Dream Team-et, és egy Hacsatúrján darabra indulnak el, mielőtt még a másik pontszám kiderült volna. 4 fiú tehát a sorok között. Hacsatúrján állarcos bál című szerzeménye az aláfestő zene. Nem indul rosszul. Hoppá! Egy esély sajnos ott hátul. Reméljük több nem lesz. Az egyik forgás nem jött ki. De szépen visszaállt. Igen, gyorsan megtalálta a helyét. Könnyedén szépen. Ott egy megint egy kis bizonytalanság. Aztán kirajzolódnak a körök. Eddig nagyon szépen tartják a formákat. Igen, kisebb-nagyobb bizonytalanságok talán vannak bennem az előzőhöz képest, de látszik, mit akarnak. Tömb, aztán vonal. És a végére jobban koncentrálnak, itt már mindenki penge élen marad. Szépen megtartották a pivot blokkjukat. Igen, és jól jöttek ki abból a kis bizonytalanságból ott középtájt a végére. Egy pici hiba, de végig nagyon szépen csináltak. A Dream Team-et láttuk tehát Oroszországból. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place could be much brighter than tomorrow. Szépen fölveszik az iramot, szépen fölgyorsítanak. Igen, nagyon szépen közel mennek egymáshoz. Szépen viszik körbe a tömböt. Ha jelnyelvi jelek is lennének még a táncon belül, lehet, hogy csak én látom annak. A bizonyos sorokat, mintha még kommentálnának is mozdulatokkal a hölgyek.
íjasztal elé is kivonultak. Ez egy veszélyes szakasz, de ügyesen megoldották. Két szép kör, aztán keresztezik egymást. Ilyet ma még nem láttunk, nagyon szép. És a végén szépen beleállnak. Na, hogy láttad? Szerintem ez egy nagyon szép programot mutattak most be. Team Olympia from volt kisebb, olyan, ami... kisebb rontással, de megoldották. Igen, azért senki nem esett el, senki nem ütközött össze, azt gondolom még nagyobb baj lenne. Már csak a fájdalom miatt is. Hajrá, lányok, jön a buzdítás. És egy ugyancsak ismert dallam. A We Are The World csendül föl. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are gyönyörű figurák a jégen. Szépek a köreink, jó a tempó is. Szépen megtartják a formát. Nagyon szép volt, tényleg szabályos. Körbe mennek a vonalak, és jó a keresztezés is. Nagyon szépen közel mennek egymáshoz, megtartják a két emberes eltolódást. Itt egy aprócska kis eltolódása hiba, de összességében még mindig rendben. Ez igen. A Team Passion, a magyar válogatott Team Passion nagyon-nagyon szép bemutatóját, futamát láttuk.
16 nagyon csinos lány, hibátlan hajjal és sminkkel, ami már elmondtátok, hogy elképesztő sok munka, és egy elégedett mosollyal jöhet le mindenki. Őt láttuk kitűnni a képből, itt pedig már akkor a kanadaiak készülődése. Az létezik, hogy mindenkinek egyforma hosszú barna haja van? Vagy az valami paróka? Ez egy műhaj. Na akkor jó, jól láttam, ez túl egyforma volt. Igen, tavaly a magyar válogatottnak is volt ilyesmije. Jó poén egyébként, csak nehezen hihető, hogy ugye, igazi. Nem mindegyik lánynak egyforma hosszú haja. Ez így van. Valaki hoppá! Négyen is összeütköztek. Ez nagyon nagy hiba lehet. Igen. Ezen elmehet. Nagyon sok pont levonás. Ezen elmehet az egész kűr akár. Két pár rosszul számolta ki a távolságot. Reméljük, hogy nem ütötték meg nagyon magukat. A mi szempontunkból ez biztató lehet a helyezést illetően. Egy diszkós láger. Ügyesen korrigáltak egyébként, szépen megtalálták a helyeket. Valamikor az a sportág Kanadából és az Egyesült Államokból indult világhódító útjára, és most azt láthatjuk, hogy a tengeren túlon sem ügyetlen lányokat találtak erre az egészre, kifejezetten jól mozognak. És láthatóan földolgozták azt a kis malőrt ott az elején. Lendületesen. Bosszúsak lehetnek, hogy ebből már nem lesz dobogó, szerintem legalábbis nem lesz. Látványos kis móka lett a végére. Les Supremes, Kanadából tehát. Lia Nakaidze tanítványai tehát a jégen, a grúzok, ők zárják a mai programot. Ice Lions Batumi csapata. Egy fiú is van most, de ezt fedezem csak föl. 15 lány mellett. Lehet ilyenkor beszélgetni valamennyit? Nem. Nem hallatszik a zenétől?
Vagy nem, már ilyenkor késő? Már nagyon koncentrálnak. Inkább edzéseken. Ott még lehet ilyenkor egy kicsit kiabálni egymásnak, igen, hogy gyere közelebb, vagy... Igen, igen. Ilyenkor már nem szokás. Szép a kereszteződés. Ha jól be van gyakorolva, ilyenkor már nem. Már késő lenne, igen. Az csak rontana szerintem. Hoppá! Az egyik lány kuppant a fenekére. Hogy láttad? Úgy gondolom, hogy ezek a lányok most nagyon sokat készültek erre a szezonra. Meg a fiú, gyorsan tegyük hozzá, meg a fiú. Meg a fiú, mivel tavaly nem volt meg ez a 16 fős létszámuk, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy Grúziába találtak 16 korcsolyázót. Igen. Rendben volt, nekem picit talán lendületesebbnek tűntek a korábbiak, ők inkább lehet, hogy egy ilyen biztonsági kürt mutattak be, inkább kisebb tempóval, hogy pontosabb legyen. De valóban igazad van. Rendben volt ez. Jár a gratuláció mindenkinek, az edzőtől és az edzőnőtől. De azt remélem, hogy most nem kiabálom el, hogy ők nem lesznek veszélyesek a mieinkre. Ez talán egy kisebb értékű gyakorlatsor volt. És akkor a mieink maradnak a dobogó harmadik fokán az első nap végén. Hey, you better surrender.